the sound of music. Are you sitting comfortably? Then we'll begin. Üdvözöljük a kedves hallgatókat, ez itt a Prolihistor Podcast, évzáró 2018-as évzáró 21. adása. Itt van velem szokásos két beszélgető partnerem, Klári. Sziasztok! És Dani. Sziasztok! Én pedig Áron vagyok. Nos, hát az az igazság, hogy beavassunk titeket. Ma a PC-ről akartunk eredetileg beszélni, de hát fordult egy kicsit a világ, és főleg a magyar politika. És az elmúlt egy hétben olyan dolgok történtek, amikről muszáj beszélgetnünk, és úgy gondoltuk, hogy ez annyira felkavarja az országot, vagy legalábbis minket, hogy mi nekünk erről muszáj megszólalnunk. Csak hogy kontextusba helyezzük a dolgokat, az adás felvételekor december 20-a van. Ennek megfelelően, hogyha valakinek ilyen megfázott torhangja van, az azért van, mert hát már nagyon hideg van. És egy héttel ezelőtt, december 13-án volt egy parlamenti vita. Bocsánat, ez már 12-én volt. 12-én, köszönöm. December 12-én szerdán lett volna záró szavazása több különböző törvénynek, illetve volt egy záró szavazása, ha jól emlékszem, 46 törvényjavaslatnak, vagy módosításnak, és ebből három olyan volt, ami rendesen kiverte a biztosítékot mind az országgyűlési képviselők között, legalábbis az ellenzéki oldalon, mind nagyon-nagyon sok állampolgárnál, és ezt az ellenzék ezen a zárószavazáson egy nagyon kemény obstrukcióval próbálta megakadályozni, mégpedig azzal, hogy nem engedték a levezető elnököt fel a pódiumra, vagy pulpitusra, és ezzel elméletileg a ház szabályai szerint szabálytalan vagy érvénytelen az ott később levezetett ülés. Majd történtek olyan visszaélések is, hogy úgy lehetett szavazni az egyes jogszabálymódosításokról, hogy nem tették be a képviselők a kártyájukat, mi azért problémás, mert ezek nyílt szavazások, és csak akkor lehet itt szavazni, hogyha minden egyes szavazatot képviselőkhöz lehet rendelni. Na már most ez nem történt meg, vagy nem működött teljesen transzparensen, hiszen kártya nélkül is lehetett szavazni. Ez egyébként Tordai Bence, PMS országgyűlési képviselő végig live-ozta a vitát, illetve az egész szavazást, és ebből mindenki is derül. Majd miután a fideszes többség megszavazta, és egyébként Gyurcsány Ferenc is megszavazta. Nem tudta ezt, úristen. Mind a munkatörvénykönyvének módosítását, ami rabszolgatörvényként híresült el, mind a közigazgatási bíróságoknak a felállítását, mind pedig a határon túli magyarok Európai Uniós parlamenti választásokon való szavazati jogát, az ellenzék kivonulta a teremből, és egy tüntetésre hívta az embereket a Kossuth térre. Ennek a tüntetésnek a vége egyébként némi randalírozásba csapott el, de ezután egy tüntetés sorozat alakult ki, tehát szerdán, pénteken, vasárnap, hétfőn is sorozatos tüntetések, demonstrációk zajlottak a Budapesten, és egyébként szerencsére, vagy hát nekem nagyon szimpatikusan több más magyar városban is. Aminek külföldön is most már. Illetve külföldön is, igen, tegnap például egy Bécsben élő régi barátom kezdett el live-ozni a kinti tüntetésről. Hát, Londonban is volt. Londonban is volt, sőt, Svédországban is volt. Egy volt osztálytársam, aki Svédországban él. Most pont hazajött a tüntetésekre, mondta, hogy elkezdtek már ott is szervezkedni. Szóval világszerte egyébként, vagy legalábbis Európa szerte szimpátia tüntetések voltak így a magyar demonstrációk mellett, és nyilván a kormány ellen. És ezeknek a tüntetéseknek egy nagyon markáns fordulópontja volt az, amikor az ellenzékiek, tehát a parlamenti képviselők és egyébként a demonstrálók felvonultak szépen a Magyar TV székháza előtt, az Óbudai Kunigunda útján, és megpróbáltak beolvasni egy követeléslistát, és hát itt elővették mind az 56-os, mind a 2006-os módszereket, csak hát sajnos ez egy elég érdekes bohózattal alakult ez. De most nem is ez a lényeg, hanem mi az a három jogszabály, ami miatt ennyire felháborodtak az emberek, amik közül az egyiket ma Áder János köztársasági elnök alá is írt, ez pedig konkrétan a rabszolgatörvény. Tehát ez január 1-től életbe is fog lépni. De Klári, te ennek kicsit utána néztél, mit tartalmaz hát, az a törvény? Hogy a Fidesz nem rabszolgatörvénynek hívja, mi meglepő. Hát a lényeg az, hogy a túlóra
számot meg akarják emelni, és 250-ről 400-ra emelkedik a ledolgozható túlórák száma, ami az Európai Uniós szabályokat nem sérti, mert így, ki van számolva, kb. 416 lenne, viszont az a baj az ellenzéknek, hogyha a sima szabadságokat hozzáadják, meg valahogy az ebédszünetekkel valamit mahináltak, akkor már túllépné ez a uniós megengedett túlóra számot, ez az egyik probléma. Ami markánsabb probléma az az, hogy akár ezt lehet, hogy csak 3 év múlva fizetik ki a dolgozóknak. A Fidesz azzal jön, hogy ez megbeszélés kérdése, de ez a nincs elég szakszervezet, akkor ugye nem tudja a dolgozó érvényesíteni, és abban a helyzetbe kerülhet, hogy vagy elfogadja ezt a dolgot, amit mondjuk a munkáltatója kitalál, hogy ő 2 vagy 3 év múlva, vagy nem lesz munkája. Tehát, hogy lehet, hogy ez beleegyezéses, viszont ugye a hatalom meg általában a munkáltatónál van, mert el tudja bocsátani a munkásokat, ha nem mennek bele ebbe az eléggé túlhajszolt munkarendbe. Úgyhogy ez az a szabály, amit meg akartak akadályozni. Egyelőre sikertelen. És ennek még van egy olyan vonata is, hogy ezt, ha jól tudom, akkor a bérpótlékok egyáltalán nem úgy fognak működni ebben a megoldásban, hogy korábban, tehát a túlóráikért nem jár plusz pótlék, hanem a rendes munkaidőnek van számolva, vagy ennek megadja a lehetőségét, viszont akkor majd a 400 óra az nem telik ki egyáltalán, akkor nem is kezd forrulni ez a számoló, és emiatt lehet rengeteg visszaélés abban, hogy a munkáltatókat átverik, vagy munkavállalókat átverik a munkáltatók, és hát ugye sima bérért dolgoztatják őket a túlórán kívül. Hát kb. Egész héten, már hogyha a heti 40-hez hozzáadod még kb. Ezt a plusz 8-at, akkor így 6 napos munkaheted lesz igazából. Igen, amit egyébként úgy számoltak ki, hogyha ha levesszük az összes ünnepnapot, meg levesszük az összes kivehető szabadságot. Ugye azért még az is a probléma ezzel a jogszabálymódosítással, igen, hogy Dani mondta, nincsen plusz pótlék, bár azt hiszem már 2012-es munkatörvénykönyve módosításnál is kivették, tehát nem kapsz több pénzt a plusz túlóra miatt. Ez az egyik. A másik elég komoly probléma, hogy nagyon sok helyen inkább akkor azt mondják, hogy nem fizetik ki, hanem akkor kiveheted ezt a szabadságnak. Uh-huh. Igen, az is a lehetőség. De ugye viszont azt mondjuk nagyon sokszor nem te döntöd el, hogy akkor azt te mikor veszed ki. Ugye most jelenleg egyébként az ilyen ellenzéki 5 pontos követelésben benne van külön a rendőri túlmunkának a kérdése, mert Kelet-Magyarországon van nagyon kemény túlóráztatás, illetve ott nem is nagyon szeretik kifizetni a rendőröket, inkább kiadják szabadnapnak. Illetve ahogyan Klári, te is mondtad, hogy ugye ez elvileg megegyezés kérdése. Elvileg? Tehát, hogy ez úgy néz ki, hogy nyilván ez egy horizontális szerződés, nem kötelezhet rá a munkáltató, viszont akkor van probléma, hogyha te mondjuk egy lecserélhető, tehát mondjuk egy betanított munkás vagy, egy lecserélhető alkalmazott vagy, mert akkor mondhatja azt a munkaadó, mondjuk tegyük fel, te éppen jelentkezel. És ez a lakosság nagy részére igaz, hogy olyan munkákat végeznek, ahol nagyjából kicserélhetőek, mert boltba dolgoznak, postán, gyárakban, ahol azért annyira nem ördöngös újra pótolni. Tehát a igaz, hogy egyetlen nincs szava az embernek. Mondjuk az a baj, hogy van munkaerőhiány, elég kemény, de mivel azért még így is akad nagyon sok felhasználatlan munkaerő, tehát voltak rá statisztikák, hogy mennyi, mit tudom, ilyen fiatal nem dolgozik. Igen, tehát az egyébként van ember, csak nem mennek el dolgozni. Erre egyébként pont azt szokták mondani, hogy nem munkaerőhiány van, hanem hogy alacsonyak a bérek, mert rendkívül sok inaktív van, aki hát most elnézést, a szarért, hogy nem fog elmenni dolgozni. Ez az egyik, másik, meg hogy és a szüleit tartják el kb. Hát, vagy pedig feketén dolgozik. Feketén, tehát a másik ilyen. Meg az, hogy elmegy, és tehát számla nélkül dolgozik, feketén adózás nélkül dolgozik, mert úgy többet tud keresni. Amit meg nem lehet a rendszer. Így van, és ez igazából teljesen hétköznapi, csak hogy az a probléma, hogy nagyon komoly munkaerő hiány van jelenleg, vagy hát ugye... Bejelentett munkaerőhiány. Nyilván, persze. Tehát német cégek nem fognak feketén alkalmazni, az ők túl sokat keresnek, hogy ez nekik nagy érje. És hogyha belegondolunk abba, hogy miért született meg ez a törvény, vagy ez a jogszabálymódosítás, akkor azt kell látni, hogy rohadt nagy munkaerőhiány van. Mit jelent ez? Kihasználatlan kapacitások vannak, tehát nem termel annyit a gazdaság, amennyit termelhetne. Ez nyilván recesszióba tud átcsapni, tehát akkor mit kell csinálni?
Vagy meg kellene emelni a béreket, mert gondolom én. Hát ilyenkor de mi nyilván... a jó a multinak, nem a mi a jó munkásnak. Jó, nyilván, igen. Ilyenkor nyilván az van, hogy vagy a termelékenységet növeled, tehát az egy munkás többet tud termelni, vagy pedig fogod és több embert állítasz be, vagy az egyetlen munkást, az többet dolgoztatod. Csak az a probléma, hogy ide nem nagyon jön senki. Tehát Ukrajnából hiába szívunk be egy csomó munkást, azok már rég tovább húztak Németországba, meg Franciaországba. Tehát növelni nem tudjuk a munkások létszámát, pláne hogy mennek el az emberek. Termelékenységet nem növelünk, mert semmit nem fektetnek szakképzésbe, oktatásba, mindent elkezdenek leépíteni. Tehát nyilvánvalóan nem fog jobb minőségű munkát végezni az egy munkás. Mi marad? Hogy dolgoztassuk azt a keveset sokkal több ideig. Meg főleg összerakó munkásokkal, tehát nem a magasabb képzettségű. Ott is nagyon komoly hiányok vannak egyébként, tehát egy csomó multinál egymástól szipkázzák el az embereket, mert nincsen, aki dolgozzon. Tehát vannak olyan helyek, ahol hónapokig egy ember, tehát szellemi munkában mondjuk két vagy három másik helyet dolgozik, mert egyszerűen nem tudják feltölteni őket. És nyilván ez kevesebb, sokkal kevesebb, hiszen a gyárokban alányaiban sokkal többen dolgoznak, és ugye most ruház be a BMW Debrecenbe, ami egyébként micsoda az egyik összes. Hát az egyik vád az, hogy ezt az egész törvényt, ezt a BMW-nek a jogászai írták meg, fordították le és küldték át a kósaiknak, hogy ők ezt terjesszék be. Ezt nem tudom, ez nem bizonyított, de volt már egyébként olyan megszólalás a sajtóban, szintén nem tudom, hogy mennyire alátámasztott, hogy olyan nyelvhelyességi hibákat találtak, amiből azt lehet látni, hogy ez német fordítás. Másik pedig, hogy egyébként pont kormánypárti sajtó... Az államfőnk se tudott helyesen írni. Hát ő nem foglalkozik ilyenekkel, ő csak aláírja. De egyébként voltak egyébként olyan kormányközeli médiumok, akik azt mondták, hogy hát de pontosan ugyanez van Franciaországban, vagy Németországban. Igen, bazd meg, mert hogy pontosan ugyanazt fordítottátok le, vagy nem ti, hanem a BMW-t. Csak mondjuk ott többet is adnak érte, de... Mármint, hogy a munkásoknak magasabbak a bérei, hát, de... Persze. Tehát, hogy nyilván azért szeretnek ide jönni a német cégek, mert olcsó a munkaerő, viszonylag szakképzett, és egyébként elég jóban van a mindenkori magyar kormány, ez igaz a Gyurcsány kormányra, és akik nem is tudom hány éves adókedvezményt adtak az Audinak, tehát nem kellett az Audinak a Magyarországon társasági adót fizetnie, mindegy, de a mindenkori magyar kormány nagyon-nagyon jóban van a német autógyártó vállalatokkal. Rengeteg ilyen visszatérített, tehát hogy visszatérítés nélküli kölcsönt, tehát befektetnek azt, hogy felépítsék a gyárat, aztán az a mi pénzünkből megépül egy valamilyen autógyár. Persze, ami egyébként hosszú távon kifizetődő, mert egyébként munkát teremt, növeli a termelést, az exportunkhoz hozzáad, munkát teremt, ezek mind nagyon-nagyon jó dolgok, csak az a probléma, hogy most tényleg az van, hogy van egy nagyon komoly krízis helyzet a magyar munkaerőpiacon, és ezt úgy próbálják megoldani, hogy a termelékenységet nem fejlesztik, az embereket nem tudnak idehozni, mit lehet csinálni, akkor aki itt van, azt szivassuk tovább. Hát mondjuk ez nem szándékos is, tehát hogy a cégek se akarnak befúcsolni, tehát hogy persze, nem azt mondom, tehát hogy lehet, hogy van olyan cég, ami direkt így aljasul ezt kiterveli, de valahol meg mondjuk a lehetőségek miatt alakul. Persze, ezt nem azt mondom, hogy mindenki nagyon-nagyon gonosz, és hogy rossz indulatból foglalkoztatja az embereket heti 6 napon keresztül, és kötelezi rá. Mert akár így teljesen meg is szűnhet az a munkahely. Nyilván persze, csak hogy az a probléma, hogy ez ugye úgy működik, hogy meghozzuk a játékszabályokat, és a játékosok eszerint a játékszabályok szerint játszanak. És hogyha mondjuk a játékszabályokban van egy olyan kitétel, hogy én bármikor oldalba bökhetem a tőlem jobbra ülőt, és teljesen büntetlenül, akkor én nem... Tehát, és hogyha ezért valaki engem leszid, akkor én széttárhatom a kezemet, hogy a játékszabályokba beleírtátok, gyerekek, hogy én ezt csinálhatom, hülye lennék nem csinálni, hiszen tudom. A cégek se egyébként gonoszságból csinálják ezt, egyszerűen tényleg az a baj, hogy nagyon sokan fennmaradásért küzdenek. Van olyan barátom, ismerősöm, aki heti szinten jön azzal, hogy milyen pozíciók vannak betöltetlenül annál a cégnél, ahol dolgozik, vagy egy másik a saját vállalkozásánál, nem tudok-e valakit, aki tud oda menni dolgozni, és egyszerűen nem, mert mindenki 10 állásajánlatot kap egy nap, nem, jó, nem mindenhol. Nyilván ez Budapestre nagyon igaz, meg a nyugati régiókra, vannak olyan területek, ahol rohadtul nincsen munka lehetőség. Csak egy borsodi nem tud mit kezdeni egy nem úgy értem, tehát egy borsodi mély szegénységbe jött, nem biztos, hogy olyan tudom oktatást... Ilyen.
Senior account manager lenni vagy. Igen. Nyilván, sőt egyébként a BMW és meg az... És nem akartam Audi... a borsodiakat megmenteni, csak ugye a szegényebb az ország. Ez tényleg így van, tehát például a BMW meg az Audi is alkalmaz egyébként akárkit. Tehát, hogy ők is megnézik, hogy az az összeszerelő munkás, ez vajon tud-e összeszerelni, és hogyha... Tehát az se úgy van, hogy te odamész mondjuk Szabolcsból, és azt mondod, hogy van egy 8 általánosom, néha jártam kikapálni a földre, ide jönnék az autót összeszerelni, akkor ugyanúgy el fognak hajtani, még hogyha 30 betöltetlen állás van minden részlegen, még akkor is. Az alkalmatlan nem tudok mit csinálni. Pontosan, és ez a probléma, tehát ez az, amit mondtam, hogy mondjuk termelékenységet lehetne növelni azzal, hogy jobb minőségű munkaerő van, az mondjuk tök jó lenne, mert fel lehetne tölteni, de az a baj, még az is kevés lenne. Tényleg van egy demográfiai probléma, van az, hogy több százezer ember elhagyta az országot jobb fizetésért. Nyugatra, külföldre ment, és most az itt maradókkal kell valamit kezdeni. Mert és... van még egy probléma, a nyugdíjt is azért is többek között emelik, hogy ne fussanak ki a munkaerőből, igen, mert ahogy öregszik a társadalom, még nagyobb hiányok lesznek. És főleg, hogy most már azért kevesebbek ugye a fiatalok, az a korosztály, tehát a Ratkó korszakosok már nagyon kezdenek kifutni a dologból, sőt, azok már szerintem ki is azok futottak, már, igen, ki is most, futottak. Most a Ratkó most gyerekek, tehát a Ratkó korszak, nem, a Ratkó generáció gyerekei állnak most nyugdíjazás előtt. Igen, az ilyen baby boom korszak volt az is, azon gondolkozom. Nem, a baby boom az még a Ratkó előtti. Igen. Tehát baby boom, Ratkó, és aztán azoknak a gyerekei. A Ratkó gyerekek azok, azt hiszem, a 60, mert ugye a Ratkó korszakban születetteknek a gyerekei, azok a 60 és 80 között születettek nagyjából, ha jól emlékszem, de nem vagyok ebben annyira biztos, mert van egy barátom, aki nyugdíjjal foglalkozik, és ő ezt egyszer elmagyarázta nekem, csak akkor nagyon részeg voltam is ezért, csak részletekre emlékszem. Nem csak az jut eszembe, hogy édesanyám évek óta mindig az ő nem még kapott pár évet, és van olyan barátom, aki pár hónappal előbb született, és ő már évek óta nyugdíjban van, és az a pár hónap miatt ő most már lassan legalább 5-6 évet ráhúzott, tehát hogy meglehetősen dühös, fogalmazunk így. Teljesen értető. Még az előző adásban beszéltünk az végén, emlékeztek arról, hogy a munka stressz, meg a mindennapok stressz az hogyan ragad ránk, és akkor ebből hogyan fordulunk mondjuk egy alkoholhoz, vagy különböző ilyen tudatmódosítókhoz, és aztán ebből hogyan kerülünk ki az egészségügyre, és akkor és a különböző igen, problémáknak a láncolatát. Na hát ez remekül fogja megint ezt aktiválni, ezt a problémát, az, mikor az ember végül maradék szabad idejével se tud mit kezdeni. Hát ezt akartam mondani, hogy pont ahol én dolgozok is ugyanez volt, hogy nagyon nem volt ember, akik most vannak, azok se nagyon akarnak dolgozni ennyiért, és ezért a régiek szenvednek, hogy ilyen plusz 10-12 órát rácsapnak az alapmunkahetükre, és nincs időm elmenni inni, hogy ezt így kísírja meg kocsmába, hanem csak így beállulok az ágyba, aztán megyek vissza, és így lehet, hogy jobb lesz az egészségem a végére. Egyébként nem feltétlenül, mert pont még ilyen munkaerőhiányos témával foglalkoztam, még mielőtt ez az egész törvényjavaslat bekerült volna, és nem sok ilyen interjút néztem meg, és azt hiszem az ATV-ben volt a Vállalkozók Országos Szövetségének, vagy valamilyen hasonló szervezetnek a vezetője, és kafetériáról beszélgettek a műsorvezetővel. Ez YouTube-ra felkerült azt a idei interjú, és ott arról volt szó, hogy munkavállalók mit szeretnek jobban, hogyha kafetériába kapnak pénzt, vagy hogyha készpénzben. Nyilván ennek az adózása... Készpénznek mindenki jobban. Nem feltétlenül, mert mondjuk az adózása, hogyha mondjuk a kafetériának kedvezményes, akkor hogy te amúgy is arra költöd, amire azt fel lehet használni, akkor nettóba többet tudsz keresni, mint készpénzben. Ez az egyik része, de a másik az érv, amit mondott ennek a szervezetnek a vezetője, hogy a kafetéria az azért lehet jó, mert, és ezek most nem az én szavaim, mert a munkavállalók azok alapvetően önkizsákmányolóak, és nagyon-nagyon sok ember azt mondja, hogy én inkább ledolgozok plusz 5 órát, mert akkor több pénzem lesz, mert akkor gyorsabban visszafizetem a kocsitörlesztőt, hogy nem megyek el mondjuk nyaralni egy hétre, csak mondjuk két napra leugrunk a családdal valahova, mert akkor mondjuk a lakástörlesztőt könnyebben ki tudom fizetni, és nem pihenni ki magát, kúrosokat dolgozik, és nem veszi ki az összes szabadságát, inkább fizessék ki neki készpénzbe, és nagyon sok esetben a pénz az többre értékeli, mint a szabadidőt. Ezt mondta ez az ember a műsorban, várjál, és hogy azért jó a kafetéria, azért szeretik ezt a rendszert, mert ha mondjuk egy pihenésre vagy üdülésre felhasználható kafetériát, nem fogsz hagyni veszni, hanem akkor te kényszeríted magadat, vagy kötelezed magadat arra, hogy elmenjél pihenni, hogy rekreációval töltsed el a szabadidődet, hogy te utána ne robbanjál le, mert ennek ugye nagyon komoly egészségügyi kockázatai vannak, hogyha te széthajtod magad,
egyrészt egy idő után csökken a termelésed, csökken a hozzáadott értéked, ami szar a vállalatnak, másrészt meg előbb ki fogsz dőlni. És vannak erre statisztikák, hogy a túlhajszoltság miatti betegszabadságok, azok mennyi konkrét forintot, mi az kárt okoznak mondjuk a gazdasági növekedésnek, és azért egyébként a munkáltatók is szeretik bizonyos keretek között, hogyha te elég szabadságot veszel ki, nem azért, mert nem feltétlenül nem szeretik kifizetni, hanem mert ha te nem vagy kipihent, akkor az kurvány gond lehet. De a kafetériával tudsz sefteni, rengeteg ismerősöm rám ír, ilyen hogy... Van. De ez az önkizsákmányosok a rész. Igen, tehát hogy igazából nem akire... Aki nem akar pihenni, arra nem tudod rá erőszakolni, mert így is pénzt tud bele csinálni. Valaki, akinek tényleg tök mindegy, hogy most hogy fizetődik ki, azt mondja, ja, persze, akkor kifizetem a szép kártyáddal, és akkor odaadom neked a pénzt. Persze, ilyet egyébként már én is csináltam, mert hogy valaki kifizette nekem szép kártyával, én nem tudom. Igen, én is így voltam, mert hogy tök mindegy. Igen, de... Ugye ez valami csalásnak számít? Nem, ez ilyen szempont. Mert igazából ajándék is lehetne, de kifizeted az ajándékot? Adójog szabályok szerint egyébként lehetne ezzel valami, de ha tegyük fel, én mondjuk adok neked, aztán 200 ezer forintig nem adóköteles az ajándékozás, de mondjuk ebben már annyira biztos, mert már rég tanultam adójogot. De azt hiszem, tehát úgy van, hogy mondjuk te kifizetsz mondjuk egy fesztivál belépőt a szép kártyáddal nekem. Hát azok általában 200 alatt vannak. Igen, tehát mondjuk 40 ezer forintos fesztivál belépőt kifizetsz nekem a szép kártyáddal, én pedig ajándékba adok neked ugyanekkora összeget, és én elmegyek a te általad megvett belépővel, akkor jó, nyilván van az a jogász, aki azt mondja, hogy már pedig ez kereskedés volt, és ezért akár még áfát is akar fizetni. De ha jól szóval tudom... Ez ilyen szürke zóna. Hát szerintem ez annyira fehéres szürke zóna, hogy ezt mindenki lesz szarja. Igen, tehát, hogy ez olyan, hogy... Nem, senki nem károsodik igazából. Nem. Te magad károsodsz, hogy nem pihensz, az meg a te saját hülyeséged. Igen. De hogy tényleg az... Ilyen alacsony bireknél azért nem is csoda, hogy az emberek zsákmányolják ki, úgymond saját magukat, és cseszik el az életüket, de egy ilyen lehetőség... Egy ilyen nagy gyerek, vagy wellnessezzünk egyet. És nagyon fontos a wellness hétvégének, itthon nagyon nagy hagyománya, és nagyon megvan szentelve az alkalom. Az van, hogy ugye minden, a kormánypárt az azt nyilatkozza mindenhol, hogy belejegyzés szükséges ahhoz, a munkavállaló részéről, hogy ez a 400 óra túlra ez ki legyen töltve. Csak hogy ugye, amikor erről beszélünk, hogy az a magyar ember, vagy nem tudom, magyar ember, de itthon valószínűleg így van, hogy ilyen önkizsákmányoló tendenciákat mutat, akkor ez veszélyes az egyénekre nézve. És amiről majd szeretnék még majd beszélni, hogy maga ez a tüntetés, hogy milyen érvek hangzanak el mind a két oldalon. Az egyik nagyon nagy problémám az amikor a kormány oldal azt így nem tudom, sérelmezni, hogy akik tüntetnek, azok nem is dolgoztak még soha. Vagyis a 80%-uk az nem dolgozott még soha. Ezt egyébként azért szeretem, mert ezzel kb. Feltételezik, hogy nem is fognak soha. Tehát az oké, hogy eddig nem kellett dolgoznia. De most de hogy csináltak egy statisztikát, tehát hogy hát, nem mondom, hogy... Századvégnek leadták a drótot, és minden 8. Nem mondom, hogy biztos van olyan közte, de mondjuk nagyon sok gimis meg egyetemista van, ezt aláírom. Igen, de ők most a gimisektől ne várjuk el, hogy dolgozzanak gimi mellett. Mert nekik azért az a munkájuk idézőjelben, hogy még tanuljanak, érettségizzenek. Én tovább mennék, és én nem fogadnám, tehát hogy persze mutatnánk azt, hogy ez azért hülye ez az érv, mert hogy egyébként nagyon sokan vannak, akik pedig te dolgoztak, akik meg nem azoktól, meg nem várható el. Tovább mennék, én nem fogadom el ezt érvnek, vagy támadásnak, mert ez nem csak idénre szól, ez a jogszabálymódosítás. Ez azt jelenti, hogy azok a srácok, akik mondjuk jövőre, 2 év múlva, 5 év múlva lépnek be a munkaerőpiacra, azok már ebbe a feltételrendszerbe fognak belelépni. Tehát akkor ők már egy olyan pályán fognak játszani, amin ezek a szabályok lesznek. Tehát ergo, ez olyan, mint amikor a felsőoktatási keretszámok csökkentéséért kimentek az egyetemisták tüntetni. És akkor is az volt a mondása kormányközeli sajtó részéről, hogy egyébként ők mi a faszt ugatnak, mert hogy ők már úgyis benne vannak a felsőoktatásban, és hogy őket ez már nem érinti. És tök igazuk volt, a gimiseket érintette a legjobban, és tényleg akkor az volt, hogy a gimiseknek kellett volna leginkább kimenni. Most is nyilvánvaló, aki mondjuk 60 éves, szarhat rá, és mondjuk inkább kormány ellenességből mehet ki tüntetni. Egyébként nagyon sok időst is láttam, nagyon örültem is neki, de itt mivel ez a legfiatalabbakat érinti, tehát itt akár
14 éves gyerek is kimehetne tüntetni, hiszen majd amikor ő fellép a munkaerőpiacra, az ő életét ugyanúgy fogja befolyásolni, függetlenül attól, hogy még nem fogott kapát a kezébe, bazd meg. Annyira imádom annyira jó, ezt a cinikus szarrágást. Hogy ez egy külön téma, szerintem. Hogy szerintem ezt vegyük majd be a szánkó téma. Igen, szó a szánkókról. Jó, igen, nagyon fontos, de tényleg ebből látszik az, hogy a kormány, főleg ez a lakánymédia körülötte egyáltalán nincs a fogalomtárában benne az, hogy szolidaritás. Tehát az, hogy én nem csak magam miatt megyek ki, meg nem csak azért, ami személyesen az én érdekeltségembe tartozik, hanem én mások helyett is kimegyek, másokért is kialak, akik nem tudott lenni. Meg egy egész ügyért, meg egyáltalán az etikai nem tudom, kódexem mellett állok ki, hogy én is azt gondolom, amit a többiek azt gondolnak, még akkor is, hogyha ez személyesen engem nem érint, mert akkor azt félre gondolom. Dali, ne hidd azt, hogy ők nem tudják. Tehát, nem, hogy kiröhögik azt, aki viszont ezt így gondolja. Minden pici dologba próbálnak belekötni, sajnos munkám miatt van szerencsém nagyon sok kormányközeli sajtót is olvasni, és amiben lehet belekötnek, ez az olvasottság, mert akik olvassák a kormány, tehát olvasásról van szó, nem az, hogy a tévét nézik, azoknál nem nagyon lehet elhallgattatni, hogy van tüntetés, mert ugye látják a többi portáltól is, ott a lejáratás megy, a tévé, akiknél ott feltételezik, hogyha Bözsi néni ül a falu szélén a kis picike tévével, és ő nem fogja végigböngészni. Bocsánat, de szigorúan úgy képzeljük ezt el, hogy az abrosz rálóg a képernyőre. Igen, ezt hozzá kell tenni, és egy kis antennás, és néha megütögeti az oldalát. Az a Bözsike néni, meg még egy-két ilyen típusú szavazójelölt, azok elhiszik azt, hogy így, hát nincs semmi, tehát hogy így nincs semmi a tévében, tehát így fel sem merül bennük, hogy gond van. Úgyhogy nagyon is tudja azt a kormány közeli média, hogy szolidaritásból menne. Tehát, hogy ne nézzük őket hülyének, ők próbálnak meg hülyének nézni minket. De ha nem az van, hogy nem tudják, hogy miről van szó, mert a médiából, vagy a tévéből nem tájékozódnak, vagy nem tudnak, akkor viszont az van, hogy megy ez az ilyen házmester logika, hogy már pedig ne zajongjunk ki 10 óra után, már pedig itt randalíroznak meg, itt kukákat gyújtogatnak, és úristen, mekkora vandalizmus az, hogy valaki, nem tudom, egy szánkót eléget, jó, igen, a szánkót, hát jó, most szóval egy gyorsat akarok, amúgy annyira ügyes a kormány közül, hogy még véletlenül a 2006-os tüntetésekből rakott ki illusztráló képeket a cikkbe a ideig. Nyilván, és várjál, és erre hadd reflektáljak, szerintem nektek is egyszer már átküldtem, de akkor most a hallgatóknak is, az Origónak volt egy cikke, amit nekem is úgy küldtek át, és a következő mondat hangzik el benne, vagy íródik le benne, hogy a rendszerváltás óta a legerőszakosabb tüntetés volt a szerdai, a december 12-i demonstráció, és az utána történő vandalizmus, tehát hogy a legtöbb... A keresztény értékrend megcsúfolása. Az még hagyjál, de hogy azt mondják, hogy az elmúlt 28 év legtöbb kárát idén tüntetésen december 12-én okozták, amikor persze végignéztem az élőn, hogy hogyan gyújtogatnak, meg hogyan basznak szét virágkaspókat, de 2006-ban meg azt néztem végig, 12 éves gyerekként emlékszem, néztem a tévét, mert, hogy hogyan basszák szét Budapestet, hogy lángolnak a rendőrautók, hogy macskakővel dobják szét a izét, a rendőröket. Hogy most is betörték a parlament oldalát, egy ablakát, és óriási ováció. Igen, egyébként akkor például pont bent is álltam a tömegben, szóval akkor én személy szerint jelen is voltam. De bazd meg, tehát hogy az Origó, tehát itt ez nem hülyeség, itt konkrétan hazudnak egy kurva nagyot, vagy csúsztatnak egy iszonyatosan nagyot, és tényleg az van, hogy a tévék azok csak szimplán szarnak rá, de egyébként még a kormány közeli, meg főleg ez egyébként nem kormány tisztviselők, hanem kormánypártiak, és olyan hecmesterek, mint Bájer Zsolt és hasonlók szokták mondogatni. Ezt ma olvastam egy ilyen évrendszert a Facebookon valamelyik csoportban, hogyha kevesen vannak a tüntetők, akkor mi a kritika? Hogy persze túl kevesen vannak, ha sokan vannak, akkor ez egy randalírozó csülhe.
ha mondjuk fizetett randalírozó csőre. De várj, ha békések, akkor persze ezek itt, ja nem, hogyha sokan vannak, akkor igen, ennyi ember ráér, ennyi ember dolgozik, ugye ha kevesen vannak, akkor ennyit tud az ellenzék, ilyen kevesen vannak. Ha mondjuk békések, akkor persze csak táncolnak, meg semmit nem csinálnak, jó volt, ezek ilyen hülye kis hippik. Ha szétzúznak mindent, akkor vadállatok. Akkor nem, radikális aktivisták. De az semmi nem jó. Ha kevesen vannak, az a baj. Ha sokan persze, vannak, az a baj. Se lesz jó, mert ellen akarnak mondani. Ez a kedvencem, hogy így felvált vannak a Soros, meg a Gyurcsány emberei. Egyébként tegnap... De most már Gyurcsány emberei is. Gyurcsány is volt kint. De kint volt, én még láttam is általában a vonulásokon, a balhéknál már nem maradt. Mindig, a kormány mindig, még erősen nyomott, hogy Gyurcsány emberei. Mindig punc és mindig gyorsan lelép, és egyébként a Jobbik egyik vissza kell menni ilyen messengerezni. Persze. De a Jobbik egyik képviselője tegnap este a Hír TV-ben mondta meg a legjobban, amikor számunk kérték rajta, hogy maguk a Gyurcsánnyal vonulgattak, mi volt a riposzt, ha a Fidesz elszámoltatta volna a Gyurcsányt, ahogyan azt egész 2010-ben, meg 9-ben harsogta az egész ország fülébe, akkor most nem vonulgathatná, akkor most nem kéne vele vonulgatni, mert akkor nem tudna a Gyurcsány vonulgatni. Nem ülne benne a parlamentben. De mi történt? A fideszesek mondják, hogy persze azok megbukott 8 éves Gyurcsány itt van a tüntetéseken. Nektek kellett volna elszámoltatni, bazd meg! 8 év alatt nem sikerült. Akkor fogjátok be a pofájtokat. De most komolyan. Igen. Beszéljünk a szánkokról. Beszéljünk a szánkokról. Ugye az érv, a legfőbb érv a... Dani kedvenc témája. Hát csak tényleg ez a kicsinyesség, meg az ilyen annyira ez a magyar gyarlóság, meg az a házmester. Az mikor... Index, az, vagy a néni, vagy az Index annyi volt, hogy így, ja Istenem, ennyivel kommentáltad, hogy te 12 szánkót elrobb. 22. 22 szánkó a teljes kár. Igen, és annyi volt a kommentált, hogy ja Istenem. És a, tényleg ugyanaz, mint amikor a szomszédod mondjuk így este 8-kor hallgat zenét, és akkor a szomszédod átkopogtat, hogy egyáltalán most már aludnék. És ugyanez csak így az egész országra, hogy összetörtek pár szánkót, vagy meg ellopták őket. Meg el is lopták. És szegény hozzá. Gyerekek szánkóját, és akkor... Nem szegény, éhező gyerekek. Éhező gyerekek. Jó, folyan az volt, igen, hogy éhező gyerekeknek a... Jól akartak a szánkópörköltel, és igen, a szánkákat majd így eltehetik maradéknak, meg későbbre. És ez a nagy érv az egész tüntetés ellen, tehát ez a bagatelizálása mindennek, ami történik, illetve az, hogy nem tisztelik a kereszténységet, és a kis Jézust, mondta Latorcai János, ez nagyon fontos ember. Melyik azt a jászolt is molesztálták, vagy csak a fát akarták feldönteni? Nem, ott az volt, hogy nyilván a szánkoknak... Köszönjük, gyönyörű lett volna, hogy így kidőlt, tehát hogy egy ilyen Sztálin szobor ledőlés szintű. Hát miután a szánkoknak neki mentek, utána jött az ötlet, hogy akkor a fát is döntsék ki, de nyilván addigra már oda mentek a rohamrendőrök is. Tehát így igazából az már... Nem, a jászolt azt hiszem nem akarták buzarálni, de nyilván amikor már lángol az ország karácsonyfája, akkor a jászol is áldozatul. Amikor ez már a World Trade Center a harmadik épület, de senki nem beszél. Tehát amikor már így elindult a káosz, és amikor már mindenkiben benne van az adrenalin, hogy akkor innentől kezdve szétbaszunk mindent, akkor nyilván a jászolt is. De természetes, hogy ez konkrétan a Magyarország kormány a YouTube csatornán, a Hollék István lenyilatkoztak, itt most már csak erre tartanak, hogy minden szart mondja el, mert nem jutottál be a parlamentbe, de ez... De jó lesz, hogy ilyen szócsinak is egy ilyen... Rádobják majd a diszlágokat, meg a sok szart. Megmondta, hogy nem tisztelik a kereszténységet a tüntetők. Tehát, hogy wow, elképesztő. És az a kedvencem, hogy amúgy nem fideszesnek kinéző ismerősém is ezen a szánkón elkezdtek rugózni, és így komolyan pár fadarab miatt vagyunk kiborulva. Az emberek jövője, és az... Komikus, hogy Magyarországon milyen problémák vannak, és az emberek imádtak leragadni pár darab szánkón. Jó, hát ez egy észak-balkán is konzen igazából. De egyébként tényleg, és ez egyébként a tüntetőket is megosztotta. Nagyon-nagyon igen. Sok tüntető is nagyon komolyan veszi a szánkó létet, a szánkó kérdést, és el is indult másnap egy gyűjtés új szánkókra, ami azt hiszem vasárnapra meg is lett a pénz az új szánkókra. Valamilyen tüntetési kezdeményezés volt, hogy jó, akkor nem mi legyünk már a szararcok ebbe az egészben, úgyhogy gyűjtsünk már az éhező gyerekek szánkóira, és aztán összedobták a pénzt, nem arról van szó, de hogy ez mennyire kibaszott pitiáner. Igen, megfogták a bulvár végén az egész cselekményt. De erről még mémet is osztott meg az Origo, a szánkós mémet, hogy elküldtem Orbán ellen tüntetni, erre hozott egy szánkót. Megjárásul, bocsánat, szánkó, tehát hogy
Hányszor havazik egy évben? Egyébként elkezdett havazni, és úgy voltam. Kétkezünkön tudjuk megszámolni nagyjából, hogy hányszor havazik egy évben. Amúgy meg 2006-ban a tévészékház ostrománál a skinheadek kirámolták a túlrarudi automatát, és elvileg az anarchisták meg hazavitték a mazsolai stádéból a tádénak az eredeti figuráját. Ja igen, elraboltak arra, az, amik azért az előkerült, vagy? Nem tudom, azt hiszem, igen. Valaki nem egy pincébe, és így néha oda imádkozik. De hogy, elrabolták tádét. Tehát azért... Egyébként bazd meg az egy nemzeti kincs. Igen, tádért én is mérges volt. De bazd meg a túlrarudi automatákért nem tudtad egy senki visszarudinkat, ez nem történt meg. De igen, tehát az ilyen zavargásoknak nyilván mindig vannak harácsoló részei. Igen, amikor már egy, azt hiszem, tehát, nem tudom, hogyha most a tömeg berontott volna az MTVS székházba, akkor mit vittek volna haza az emberek, tehát így a... Nem tudom, hogy hogy melyik az a magyar sorozat, amit az MTV-el gyárt, és ilyen annyira ikonikus, hogy hogyan akarsz. Van ilyen óriás maci, a TV maci, az elalvósnak van egy nagy szobra, azt látom, hogy így a tömeg viszi ki a vállán. És eltulajdonítják az TV macit. Igen. A tüntetés sorozat, annak a vasárnapi felvonulás része, az hiszem, akkor tárt több ember. Igen, a külföldi sajtóban egyébként 15 ezerről beszéltek. Az nagyjából szerintem helytelen, nem? Én magyarból nem is néztem számokat, mert nyilván a baloldali, vagy ez hát inkább nem, az vasárnap este volt. Ez a kormány ellenes médiumok, az a felkerekítenek. Médium felfele becsül, a kormány közeli médiumok durván lefele. Vagy nem beszélt róla. De jellemzően inkább nem is beszélnek. Az a online, mert az online-ba beszélnek róla, nagyon sokat beszélnek róla. Egyébként az itthoni hírek 3/4 erről szól. A tévében van az, egy pici betűve így az alsósában így elsően, hogy pár száz tüntető tüntet a székház előtt, és így puss, már el is ment a hír. De fő hír, hogy mindenki nagyon várja a karácsony. Igen. De nem, egyébként írnak róla, nagyon sokat írnak róla, de hát mindegyik lejárató, és provokatív, és soros, és szenkó. Igen, fontos. Azt akartam mondani, hogy a vasárnap volt az MTV a székháznak a ostroma, lehet ezt így hívni, mert azért így fogalmazták meg különböző sajtóorganizációk. Blokkád azért, alá vonták. Igen, az, inkább blokkád, ja. Az már jobban tetszik, de az volt a székház ostroma az 2006 volt. Igen, az az igazság, hogy a Kunhalminak a vetődését ezt az hasonlítjuk a 2006-os székház ostromhoz, akkor sajnos ez még nagyon messze van bármitől is. Én nagyon örülök, hogy az ellenzék végre aktív, és bevonultak, és pontokat akarnak Petőfiként felolvasni, de ez a neymári vetődések a pályán jutottak eszem, hogy ilyen tripla fordulattal repült el az ajtótól, meg... Hogy Szél Bernadett sikítozik, hogy meg fogják ölni a hatházit közben. Jó, persze csúnyán rángatják, de azért az, nem lényeg. Rendesen kidobják. Amikor az sikítja, hogy megölik, akkor még csak picit rángatják. Ja. Nem, egyébként tényleg a hatházinak is vannak nagy színészkedései, amikor direkt nem áll föl, mert tudja, hogy akkor nyilván ki tudnák dobni, hanem akkor fekszik a földre, hogy akkor emeljék föl. Szélbenedet meg pánikrohamot kap. Igen, hogy úristen, Ákos, jól vagy-e. Aztán utána nyilván három alatt ez a megölik, az azért túlzás. Jó, igen, volt. De, aztán azt hiszem a Lé, vagy nem is tudom melyik, vagy PMS, vagy DK-s politikus, az meg el is írja magát, az már hétfő délutáni közvetítésben volt, hogy konkrétan elsírja magát, aztán utána a földön fekvő. Meg a igen, földön fekvős akció az szerintem oké volt. Hát nem, az azért nem volt oké, mert hogy olyan volt, mint egy túlzdráma, tehát ez nagyon jól elő lett. Nem, az volt az egyik ellenzéki képviselő, aki mondta a másiknak, hogy kapcsolja ki a kamerát, aki hülye volt, és nem kapcsolta ki a kamerát, és hallatszik, hogy azt mondja, hogy az kurva erős kép lenne, hogyha feküdnénk a földön. Igen. Tarkóra tett kézzel. És azután feküdtek le, és ezt hozzá elő nyilván a pesti srácok, mert 88-88, hogy ott megy az utasítás, hogy bazd meg, ez kurva erős lenne a médiában, csináljuk meg, csak az a baj, hogy bazd meg, forgott az élő, tehát hogy ment a live, és aztán utána azt még csak le se törölték, mert nyilván 4 órás. Ez meg nem is lehet, tehát az emberek le is mentetik. Hát nyilván nem, azt azért le tudott törölni, én is amikor vonultunk először vasárnap a
TV-székházhoz. Igen, non-stop közvetített. Akkor volt egy pont, amikor még nyilván tömeg előtt értünk oda, mert mi okosan és ügyesen mentünk, és mi egy ilyen hívvel. Igen, én csomó ilyen hívüldözőről hallottam, akik, vagy nem hív, hanem tömegüldözőről volt, akik hívvel próbálták utolérni. És egy ilyen 60 fős társasággal mentünk, és hát voltak kollégák, akik azért így szépen letéptek egy pár ilyen nemzeti konzultációs plakátok, amit én nyilván élőben közvetítettem, de amikor megszakítottam az élőt, akkor nem a mentésre mentem rá, hanem a törlésre. És nyilván a Facebook ezt elő tudja szedni, de hogy ez egy olyan dolog, Zuckerberg nem fog azzal foglalkozni, 400 ezer élőt előkaparja. Persze, tehát hogy direkt ott én is elmentem a törlésre, csak itt az volt a probléma, hogy nyilván, jó, persze képernyőképet is lehet csinálni, miközben nézel egy ilyen live-ot, csak ott tényleg az volt a probléma, hogy ott kitalálták, hogy fú, ez kurvára média képes lenne, csak hát igen, kikerült a levelezés szinten, ez nem igen. Az volt, hanem a szóban mindenki, egész ország hallhatta, hogy ez kurva erős kép. De még mondja, hogy kapcsolt ki a kamerát. Kapcsolt ki a kamerát, jó, és is arrébb rakja. És hogy ez kurva erős kép lenne, hogyha úgy csinálnánk, mint hogyha most kivégeznének minket. Jó, csináljuk. És ilyenkor azt egy kicsit fellobban a remény, amikor néztem a szélben bejelentnek a livestreamjét, hogy akkor oké, bemennek és próbálnak majd elérni. Yeah. Ez ilyen balhé hangulat, igen. Az tök jó, és igazán forradalmi jellege van annak, hogy felolvassuk a közmédiában a 5 pontunkat. És tök jó, aztán a másnap reggeltem, hogy úristen, mekkora ilyen ribacs parádé lett bőle, és annyira szomorú voltam, hogy jaj, ne! Hogy el... De amikor a Szanyi kapitány is becsatlakozott, bazd meg. Azért az egész felháborító, tehát hogy a maga ripacskodásában is a tény még felháborító, hogy így dobálnak. Jó, nem, azt nem akarom így elbagatelizálni, mert tényleg ami ott történik, az törvényellenes. Igen. Országgyűlési képviselőket egy közmédiában be tudnak jutni. Tehát, igen, bemernek mindenhova. És jogtalanul dobták ki őket, ez tény, de a Kunhalmi Ágnes már minden francba. Tehát, hogy nem csak a Kunhalmi, igazából az volt... Ez csak egy jelképes elmondó. Dupla a piruettól. Igen, tehát hogy konkrétan az történik, hogy vasárnap este, ugye nyilván ott volt a fegyőr is, de a fegyőr nem mehetett be, hiszen nem parlamenti pert. Fekete győrandrás csak, hogy igen. A laikusoknak. És mi történik? Két független és egy jobbikos képviselő, tehát a Hatházi, a Szél Bernadett, illetve nem is tudom, melyik jobbikos képviselő, hárman bemennek. Aztán a jobbikosat nem akarják beengedni, úgyhogy a dohányzón keresztül belóg, és egyébként, és utána csinál bent egy tűzriadót, de ott hárman, négyen, ugye először a képviselők rohangálnak bent, és akkor próbálják elérni, amit akarnak. És nyilván több jelenzéki képviselő, aki baszott elmenni a tüntetésre, azok így nézték, hogy miután a Szélben adették, azt mondták, hogy jó, akkor mi bent fogunk éjszakázni, és hogyha most éjszaka nem tudjuk beolvasni, mert én ezt még hajnali 2-kor is néztem, akkor hogy kevés 2-kor mondják, akkor a reggeli híradóba be fogjuk olvasni, és ezt nézték otthon a képviselők, hogy bazd meg, ez kurva erős. Ez kibaszott erős, és én nem vagyok ott, mi történik? Reggel 6-ra, kb. Már az történik, hogy oda érkezik Szanyi kapitány. Mesterházi. Megérkezik a Mesterházi, megérkezik a Schmidt-várjának, igaz, Ungár Péter, és akkor nagyon-nagyon diadalittasan átugorják a kaput, még egymásnak bakot is tartanak, az MSZP és a Jobbikosnak bakot tart, és milyen szép, és így mindenki megy, nekem is egy szeletet ebből a médiafényből. Az én nevemet is tudni fogja ez majd. Ez akkora majd felhajtóra lesz a hajón. És benne lesz a történelem. És nem arról van szó, hogy ez... Mondjuk ez simán benne lehet. Ez konkrétan cikke, tehát, hogy itt az volt, hogy mindenki azt mondta, hogy na most el lehetne játszani a nagy ellenzéki összefogást, de csak úgy, hogy én is ott vagyok, mert az én szavazóinak milyen fasza lesz, bazeg, amikor azt mondom, hogy oda mentem, bementem a székházba. Ki is dobtak. Harcoltam a biztonsági őrök ellen, harcoltam a ti jogaitokért, és a ti akaratokért, és nem ezzel van baj. Kurva jó. Az a probléma, hogy mindenki úgy ment oda, hogy menjünk egy kicsit ripacskodni, mert most úgyse fogják hagyni, hogy beolvassuk, de hogyha már elérjük, akkor az én sikerem is lesz. Okay. Mindenki azért ment oda, az összes kurva képviselő. Ez már jó volt, ha nem jutnak be, ha meg bejutnak. Igen, itt az eredeti 3-4 képviselő, akik azt mondták a Kossuth téren, amit egyébként én akkor már 3 napja mondtam, csak nyilván nem politikai szintéren, hanem barátaimnak, hogy bazd meg, ne szimbolikus helyeken politizáljunk, hanem menjünk a TV-székházhoz, és menjünk oda, ugye a Szél Bernadett, a Hatházi, meg még 2-3 másik képviselő, meg még a Momentumosak mondták, hogy menjünk oda, bazd meg, és ott csináljuk a balhét. Na, ők voltak azok, akik még itt el is akartak érni valamit. Mindenki más, aki később ment oda, a Kunhalmiék,
a Szanyi kapitány, mindenki más saját politikai karrierjét akarta ezzel előre mozdítani. Nem mondom, hogy ez annyira nagy probléma, hiszen többen voltak bent, több livestreamet is nézhettünk, de amikor elkezdtek... Több gyönyörű jelenetet látott. De amikor elkezdtek ripacskodni, ott megölték az egészet. És az a probléma, hogy így mindenki erről beszél, még mi is erről beszélünk, és nem arról, hogy az MTVL komoly törvénysértéseket követett el azzal, hogy az országgyűlési képviselőknek joguk van ellenőrizni a közpénz felhasználását. Ha én ezt így tudom, én úgy tudom, hogy ez konkrétan jogszabályban ez rögzítve van, ez a joguk, és ők akadályozták ezt az ellenőrzést, mert nem engedték a tévészékházon belül a szabad mozgásukat. Nyilván az adás megzavarása egy dolog, de az, hogy konkrétan emeleketeket zárnak le, nem beszélhetnek az igazgatóval, pedig ahogyha ellenőrizni akarod, igen, tehát, hogy ellenőrizni akarod a források felhasználását, akkor mondjuk az igazgató ilyen túlszul lettek ejtve, úgymond a bendolgozók, és pisilni nem mehettek ki, mert ugye se kisebb állapot. Igen, meg amikor mondjuk az országgyűlési képviselő kiment, akkor nem engedték vissza. Vissza kell engedni, mert joga van bemenni. Tehát, hogy itt ezek voltak törvénysértések. Az, hogy mondjuk az élőadásban nem engedik be, az egy dolog, az már tényleg határeset. De az, hogy mondjuk kimegy, és a kerítésen kell visszamásznia, na az nonsens volt, és nem erről beszélünk, hanem az meg a Kunhalminak a bohóckodásáról. Erről ők tehetnek, tehát ezzel feketítik be, és adnak hát így, tápanyagot az ellenoldalnak, aki kb. Betámadhatja ezeket nagyon könnyen, mert ezek vizuális dolgok, és nagyon könnyen mélyesülhetnek. Úgy kb. 20 órán keresztül hittem azt nagyon-nagyon naivan, hogy van egy kompetens ellenzékünk, és 20 órán keresztül egész boldog is voltam, amíg ezeket így összeszedve nem láttam, és amikor láttam, hogy ez kurva kellemetlen. Azt én is nagyon nehezen fogadnám el, hogy úgy most megtörtént az ellenzéki összefogás, de az tény, hogy ez senkinek nem jó, csak nem tudom eldönteni, ki az, akinek meggyőződésből nem jó, vagy aki csak szeretne egy szeretet a média tortából. De sosem voltnak jó ilyen média viszonya valaki bement, az is kellemetlen volt, amikor a Fekete bement az Origóhoz hetiásról. Ja, a Fegyőr, ezt pont ma láttam az, egy az ilyen cikket. Az is nagyon cikket, kellemetlen vagy volt. Vagy összehasonlítás, azt a Elég című Facebook oldalon, nem akarom reklámozni, egy kalapszal rá is gyújtanám a szervert. A székházat. Nem a székházat, a szervert arra az oldalra. Tehát nem a szerkesztőit, nem bántom. Az oldal az egy minősíthetetlen szar, de ott volt egy ilyen összehasonlítás, hogy 2017, amikor a Fegyőr elment vegzálni szerencsétlen varigósokat, és akkor 2018, amikor a Kunhalmék egy ilyen valóságsót rendeztek fel a közmédiában, ami egyébként nem látja el közmédia feladatát, tehát elvesztette közmédia jellegét, és ezt ki kell mondani az ellenzék minden bénázása mellett, hogy már pedig ugyanakkora egy szargyár a MTVA, és itt a VNTS nevű együttes közmédia című számát nyugodtan meg lehet hallgatni. Linkeljük valóban. Csatolványban megtaláljátok. Remekül reprezentálja ennek az egész szervezetnek a működését. Ez tényleg egy jó szám mondjuk. Igen. Viszont nem beszéltünk arról, hogy mi a másik törvény, ami szerintem fontosabb, és talán jelentősebb, és viszont erre még kevesebb szó esik. Az ugye az, hogy a közigazgatási bíróságot fognak be. A magyar ember az annyira nem érinti elsősorban, ezért nem azon van kiborulva. Ez nem, hogy a internetadónál egyből kivonult mindenki FCS-kodni. Egyébként igen, tehát a munkatörvénykönyvének a módosítása, az már a 2012-es módosítás után alapjaiban nem változik, csak ilyen apró, de egyébként nagyon fájó pontokat hegezgetnek rajta. Még a közigazgatási bíróságoknak a létrehozása, az jogrendszert az alapvetően változtatja meg, mert olyan szinten, hogy ez egyébként nem is jövőre lesz, ez hatályba lépés, az 2020, nem vagyok benne biztos, hogy január 1, de általában január 1-re szokták berakni, tehát nem is azonnal fog életbe lépni. Szóval a közigazgatási bíróságok története az úgy néz ki, hogy előről megnézzük, hogy létezik a három hatalmi ág, jó, a média, a negyedik hatalmi ág, én ebben tökre nem hiszek, pedig média szakos voltam, de szerintem ez egy fasság, valaki bizonyítsa nekem, és akkor elhiszem, van a három hatalmi ág, a törvényhozó, a végrehajtó és az igazságszolgáltató. És a bírói hatalmi ág, vagy az igazságszolgáltató hatalmi ág az az, amelyiknek nyilvánvalóan jogorvoslattal kell, vagy aki jogorvoslatot képes adni, hogyha a végrehajtó hatalom az valami rosszat csinál, tehát valamit elbaszott, az állampolgárnak kára származott, akkor az igazságszolgáltatás tesz helyre valamit. Nyilvánvalóan az állampolgárok egymás közötti viszonyát is ő szabályozza, viszont azok alapján, a törvények alapján, amit a törvényhozó hatalmi ág meghozott. És ez a bírói hatalom, ez úgy néz ki, vagy ez korábban úgy nézett ki a közigazgatás viszonylatában, ami viszont egy az egyben a végrehajtó ág,
Tehát ott az tényleg a kormányzat, az egész bürokrácia, az mind a végrehajtás. Közigazgatásban ez hogy nézett ki korábban? Tegyük fel, hoztak egy határozatot, közigazgatási határozatot, mit tudom én, neked ezt kell csinálni, azt kell csinálni, ezt fizess be, azt fizess be. Nem építhetsz, határozatban kimondják, hogy nem építheted meg azt a harmadik kéményt, határozatban kimondják, hogy fessed le a házadat, mert különben nem épül bele az utcakébe, stb. Akkor az adott szerv hozott egy határozatot. És te fellebbezhettél ennél a szervnél, ez volt az első lépés. Második lépésként, hogyha volt ennek a szervnek felettes hatósága, akkor te fellebbezhettél oda, nyilvánvalóan, mivel ezek egymásra épülő és utasítással rendelkező szervezetek, ezért kurva sokszor előfordult az, hogy a fellebbviteli hatóság is helyben hagyta az alsóbb színnek a döntését, mert most minek basztassuk egymást, csak hogyha nagyon nagy hibákat találtok, akkor nyilván jellemző volt, hogy megváltoztatta, megsemmisítette. De viszont, hogyha a felettes hatóság is azt mondta, hogy nem, a Marika néni az ügyintéző az jól csinálta, amit csinált, még akkor is, hogyha te szerinted nem, akkor te jogorvoslatért fordulhattál a bíróságokhoz. Először mentél a járásbíróságra, aztán utána a megyei törvényszékre, aztán ítélőtáblához, és legvégén a kúriához, és hogyha a kúria is azt mondta, hogy tehát a kúria döntésével se értettél egyet, és bizonyos követelményeknek megfeleltél, akkor mehetél az alkotmánybírósághoz. Tehát többszintű bírósági rendszernek az a lényege, hogy be lehessen építeni, hogyha valamelyik szint elbasz valamit, vagy ha több szint elbasz valamit, akkor egy felsőbb szint az majd ezt helyre tudja rakni. Ezért van az, hogy egy PR nagyon sokáig el tud húzódni, mert öt szinten keresztül lehet fellebbezgetni. Igen, és ilyen szinten, ilyen végeredmény. Igen, és ezeket általában a közigazgatási jogból kiképzett bírák tárgyalták, de rendes polgári bíróságokon. És voltak egyébként olyanok is, amikor nem lehetett fellebbezni, tehát például végrehajtás ellen nem tudsz fellebbezni, ott rögtön bíróságra mész. Van-e? Vagy el is fogadhatod, és akkor nem kell vagy az ott szinten. Persze, de itt most ugye itt azt féltjük, hogy a közigazgatás kibaszik veled, és te hogyan próbáld megvédeni magadat. És nyilván azt a magyar jogtudatból vannak különböző felmérések, és azt tudjuk, hogy kurvára nem nagyon vannak fellebbezések. Tehát amikor még meg is jelölik, hogy te hol tudsz fellebbezni, és nyilvánvaló hibát követett el mondjuk az adott szakhatóság, elenyésző fellebbezés történik még egyébként, úgyhogy neked igazad van, és egyébként mit a pár hónap után mert ki is mondanád. Mert sikeres fellebbezés, nem, hogy elkezdett? Elkezdett. Egy számjegyű százalék. De akkor ez csak ilyen felsőtett, hogy ami a hírekbe kerül, ott szokott fellebbezés, vagy ilyen életfogytiglannál, meg ilyen. Az polgári per, tehát most ugye most közigazgatási dolgokról beszélünk, amikor a végrehajtó hatalom mond neked valamit, mint állampolgár, és akkor te azt elfogadod, vagy nem. És ilyenkor elenyésző mennyiségű fellebbezés születik. A pozitív döntés ellen nem szokás, de negatív ellen viszont sem nagyon szokás a magyar jogtudat, ez egyébként nem annyira fejlett. És most azt találták ki, tavaly óta van, meddig a polgári perrendtartás alapján kellett a közigazgatási ügyeket tárgyalni, tavaly óta van már közigazgatási perrendtartás, vannak különbségek, de tavaly tanultam is róla, de már annyira nem emlékszem, most nem is ez a lényeg, hanem most lesznek külön közigazgatási bíróságok. Tehát, hogyha mondjuk eddig úgy volt, hogy te nem kaptál meg egy engedélyt, akkor te fellebbezhettél a felettes hatósághoz. Hogyha a felettes hatóság is azt mondja, hogy nem adja meg, akkor te elmehettél a bíróhoz, hogy akkor tegyen igazságot, mert szerinted neked ez jár. És bizonyítanod kellett, hogy jár, és ha járt, akkor ő mondott egy határozatot. Most ez úgy lesz, hogy az egészet kiszervezik közigazgatási bíróságokhoz, ami ugyanúgy egy többszintű bíróság lesz. Tehát ugyanúgy lesznek, ha jól tudom, járási, megyei, nem tudom, hogy az ítélőtábla az meg lesz-e, de ugyanúgy lesz egy csúcsszerve, egy közigazgatási központi bíróság, vagy legfelsőbb bíróság, viszont ez azt is jelenti, hogy nincs átjárhatóság. Tehát te az ügyeddel, amikor mondjuk a magyar bürokrácia ellen fellebbezel, akkor te nem viheted az ügyedet a kúriához, hanem azt te csak a közigazgatási fellebbviteli bíróságokhoz viheted. Ez még nem is lenne probléma. Amit viszont legjobban sérelmeznek, hogy a magyar bírói rendszernek a tetején ott áll az OHB, vagy OBH, bocsánat, az Országos Bírói Hivatal, aminek a vezetőjét, azt hiszem elnök a tisztségviselő neve, most egyébként Handó Tünde, akit nem is nagyon szeretnek, mert egyébként nagyon sokat trükközik, ha jól tudom, különböző bírói kinevezésekkel, és aztán a bírók sem nagyon csípik, de az országgyűlés választ meg
kétharmados többséggel 9 évre. Tehát ez egy hosszú ideig tartó kormányokon átívelő. Hát ez is a Fidesznek volt az egyik nagy újítása, hogy több mint két kormány szakaszon túlmutatón tudnak bírókat belerakni, és begyökerezni. De ez egyébként, más országokban is egy működő gyakorlat, és ez például pont a függetlenséget biztosítja, hogy te mondjuk kinevezel bírókat X időpontban, a következő kormányzat ne tudja azonnal leváltani így a bírókat, hanem hogy ilyen szempontból nem az, hogy... Ez egy kétélű fegyver. Persze, kétélű fegyver, csak ez pont a 9 éves, meg a 7 éves kinevezéseket arra találták ki, mint az alkotmánybíráknál is, hogy ne lehessen őket így eltávolítgatni, mert akkor minden egyes kormányváltásnál össze-vissza pakolgatnak, és mindenki a saját embereit rakná bele. Nek az a lényege, hogy és ezeket általában inkább szakmai alapon szokták meghatározni. Jó, sem. Viszont, nyilván, hát papíron. És az közigazgatási bíróságoknál viszont az van, ugyanúgy mindkettő felett, tehát a rendes bíróságokon, a közigazgatási bíróságok fölött az igazságügyi miniszter áll. Különbség, közigazgatási, vagy a rendes bíróságoknál az OHB-nak a OBH-nak a vezetőjét, a parlament választja kétharmados többséggel, és az ő döntéseit nagyon sokszor, nem minden esetben, nagyon sokszor ellen kell jegyeznie egy külön a bírók által önmagukból választott testületnek. Már nem emlékszem, hogy milyennek a testületnek a neve, de van egy külön tanács, akivel együtt dolgozik ez az ember. És itt a bírák saját maguk választják ezt a tanácsot. Van egy hasonló a közigazgatási bíróságoknál is, viszont ott nem csak a bírók választják saját magukat, ott benne vannak egyébként más szereplők, akiktől nagyon félnek, hogy ezek valószínűleg elég erősen kormányközeli szereplők lesznek. Másrészt itt az egésznek a csúcsszerve, vagy a vezetője, az sokkal inkább az igazságügy miniszter lesz, akit viszont ugye kurva egyszerű eltávolítani, tehát azt a... Még mindig az adott kormány helyezi ki akkor. Igen, és láttunk már arra példát, hogy miniszterváltás volt adott cikluson belül is, tehát nem kell hozzá kétharmad, hogy megváltoztass egy minisztert, valamint neki nem kell egy másik testületnek az aláírása az, hogy ő különböző döntéseket hozzon, illetve a végén a közigazgatási bírákat ő egy előre szűrt shortlistből ő személyesen válogatja ki, és gyakorlatilag, ha neki nem tetszik, nyilván indoklási kötelezettsége neki is van, de azt tudjuk, hogy indoklási kötelezettség az még nem egy nagyon erős vastörvény. Ő fogja kinevezni a bírákat, és most mindenki attól van beszarva, hogy a közigazgatási bíróságok nyilván nem hülyék fel fognak oda kerülni, mert ugyanúgy van egy csomó kritérium, aminek meg kell felelni, ugyanúgy jogtudoroknak kell lenniük, és közigazgatási tapasztalatnak kell lennie, de viszont mivel itt a igazságügyminiszter fogja kinevezni ezeket a bírókat, nagyon erős lesz annak a befolyása, hogy ő mit gondol az adott bíróról, és attól félnek nagyon, hogy bizonyos emberek nem biztos, hogy lehetnek közigazgatási bírók, mondjuk azért, mert tegyük fel az igazságügyminiszter, tart attól, hogy nem olyan ítéleteket hoznak, ami mondjuk az ő céljai, vagy mondjuk a bürokrácia céljait szolgálja. Ez az egyik problematikus rész. A másik probléma pedig az, hogy a közigazgatási bíróságok fognak tárgyalni közigazgatással kapcsolatos ügyeket, illetve azt hiszem van egy olyan mondat a törvényben, és minden más olyan ügyet, ami nem feltétlenül közigazgatási ügy, de a törvény ezek alá a bíróságok alá sorol. És itt aztán tényleg az lesz, hogy nagyon sok olyan dologról dönthet, kb. Így nagyon közvetetten, és ez kurva demagógan fog hangzani, és az is lesz, de hogy az igazságügyminiszter által közvetlenül kinevezett, általa szimpatizált és általa favorizált bírók olyan ügyekben dönthetnek, amikről később döntenek majd a politikusok, hogy ezt is rendeljük ide, és akkor lesz egy párhuzamos bírói rendszerünk, és elvileg csak úgy össze-vissza bedobálhatnak ügyeket, hogy ezt is majd közigazgatási, ezt is, és ezt is, és ezt is, ahol mondjuk a legfelső hatóság az nem a kúria lesz, ahol nem a rendes bíróságok fognak működni, és ettől tartanak egyébként nagyon keményen, hogy ez majd így az hatalmi ágok szétválasztását hogyan fogja megbaszni. És ez az, amiről nem beszélnek, mert mindenki a túlóra törvényel. Persze, mert az ember bőrénézik. Igen, tehát azért ez mégiscsak egy bonyolult hierarchiai rendszer, meg beosztás, ez azért nehéz egy átlag embernek ezt egyrészt felfognia, meg elmagyarázni. Meg elsőre nem is érinti, úgymond. Idővel kerülhet olyan helyzetbe, hogy érinteni fogja. Persze, mert nem mindennapos, hogy mondjuk
Egyébként, de szinte mindennapos is lehetne, hiszen... Hát csak nem emberre bontva, hanem... De mondjuk egy jogosítványkérés, egy mit tudom én, útlevélkérés, minden ilyen, az mind olyanok leszek, amit majd közigazgatási bíróságon fogunk tárgyalni. Nyilván nem ilyen, tehát ezek olyan dolgok, amiket... Nem nagyon érinti. Nem nagyon van okod ilyenkor fellebezni, vagy jogorvoslatot kérni. De nagyon sok esetben pedig mondjuk bőven lehet, és akár komolyabb... problémát is okozhat neked, mint mondjuk egy 400 órás túlmunka, csak ezek tényleg bonyolult jogi, meg nagyon összetett folyamatok, nagyon összetett hierarchia rendszerek, igazából én sem értem most itt teljes egészében, csak nagyjából látom, hogy mi ez az egész szer a probléma, de az tény, hogy ez nem egy ilyen ördögtől való dolog, tehát vannak egyébként garanciák arra, hogy nehezen lehessen ezzel visszaélni, csak nyilván ezek nem mi örökérvényű garanciák, és azt látják, és az tartják nagy problémának, hogy az igazságügyi miniszternek nagyon komoly befolyása lesz a közigazgatási bíróságoknál a személyek meghatározásában. És így kvázi egy magánbírói rendszer tud fenntartani, mert a rendes bíróságoknál ott az országos bírói hivatal is együtt kell működni, meg a bíróknak önmaguk által választott testülettel, tehát ott vannak neki ellensúlyai még. Ebben az esetben nem igazán van létező ellensúlya az igazságügyi miniszternek. Így a harmadik hatalmi ág is jól ledőlt. Maradt. Úgyhogy így... Kettő. Szóval igen, tehát mások ilyenkorra mondanák a diktatúra kezetét. Már korábban tettek azért erre erőfeszítéseket. Igen, csak most már jogilag is ez meg van támogatva. Nem tudom, mikor 2020 körül fog ezért belépni. Én úgy tudom, hogy 2020-ban, tehát jövőre még ez nem fog működni. Nyilván ez egy olyan dolog, amit nem lehet így egyik napra a másikra bevezetni. Hogy lehet, ez bonyolultabb, tehát... még tovább bonyolítja ezt az egész rendszert, meg aztán tényleg az a probléma, hogy így ez az emberek, az átlagember, igyekszem általában ezzel a szemmel nézni, hogy ő mit fog ebből föl. Hát aki nem fog fellebezni se, pedig jogosnak érzi azt, hogy ő neki van igaza, akkor túl sok macera, és így mindenki sokkal okosabb nálam, és így nem fog ezt bekockáztatni, meg pénzbe is kerül, úgyhogy ezeket így nem fogja őket ennyire érdekelni. Az emberek alapból próbálnak ezeken a dolgokon túlesni, és nem visszajárkálni. Nem fogorvos, tehát mindenki csak így elmegyek tárgyalni, de nem fog minden áron, tehát nincs akkor a küzdés bennem, mert közben meg így szenvedés egy csomó minden. Főleg ez a bürokráciát végigjárni, meg és kihány év alatt... Főleg, ha ennyit kell dolgozni, amikor megy el bürokráciát. Nem lesz de érteni. Mi tudjuk, hogy a lehető legidiótább időpontokban vannak nyitva az ilyen okmányirodától kezdve minden. Tehát, és nem is minden nap. Nem lesz időd elmenni a közigazgatási bíróságra feljelentést tenni, ha 400 óra, meg nem lesz időd elmenni tüntetni, hogyha 400 óra van. Igen, elmész haza. Pontosan. Még egy sört sem nyit meg. Tehát az előző adásra eljutottunk, a már sör se kell, mert nincs idő rá témához, úgyhogy ja. De az EU pénzcsapja, mikor fog elapadni nagyjából? Ez is 2022? 20-22? Nem, viszé. 21? Én azt hiszem, hogy... De éveken belül van. Egy-két éven belül. Igen. Azt hiszem, hogy 20-ig tartott ez a ciklus. És úgy van, hogy, 20, hogy a következő az 20-25, nem vagyok benne biztos, mert rég néztem már ezt meg. Újat nem biztos, hogy olyan szívesen adnak majd. Nem, nyilván biztos fogunk kapni, csak kevesebbet, mert ugye... Kevesebbet, meg ugye ezt nem azonnal kezdik el utalni, hanem azt 21-ben legkorábban, de nem vagyok... Meg alapban van az euróvele, hogy már küldtünk egy nagy adag összeget, azt ti okosan felhasználtátok, és abból tudtatok volna pénzt csinálni, csak ugye a magyar állam nem így, nem tudom én, kilátókat építettek, meg tudom, hogy mit csináltak. Igen, ennek egyébként ezt a pénzt, ezt nagy részt az Európai Unió arra adta, 2004-ben, amikor beléptünk az EU-ba, akkor nyilván más fejlettségi szinten álltunk, mint a nyugat-európaiak, meg a régebbi tagok, meg nyilván az európai szabad piac, ez egy csomó negatívummal járt mondjuk a magyar mezőgazdaságra nézve, ezért adtak egy csomó pénzt, hogy jó, akkor viszont ennyi pénzt, az amúgy is kaptok, ezt amúgy is kapunk külön kompenzációt, amiért mondjuk nem tudunk a francia piacon megjelenni mezőgazdasági termékekkel, pedig korábban megtudtunk, de azt mondják, hogy erre amúgy is kapnak kompenzációt, de egyébként adunk egy csomó pénzt, hogy akkor ne ezt erősítsd, hanem azt, amiben tényleg jobb vagy,
és akkor majd egy mit tudom én, 15-20 év alatt szépen fel fogsz fejlődni, vagy fel fogsz zárkózni a többi európai országhoz, és az fasza lesz. Probléma, hogy 4 évvel később jött egy világgazdasági válság, amiből mondjuk Németország úgy lábalt ki, hogy nem azt mondja, hogy észre se vette, de hogy nagyon gyorsan, a dél-európai országokat teljesen befosatta, mi is visszaestünk. Vagy, ahogyan Kunhalmi Ágnes mondta, beszakadtunk nagyon keményen. Ő is visszaesett az ajtóban. És nyilván nem sikerült oda konvergálnunk, ahova kellett volna, és egy idő után viszont azt fogja mondani az EU, hogy jó van, srácok, akkor most ezt így fogjátok csinálni, mert nincs végtelen pénz. Kérdés, hogy akkor mit tudunk tenni, mi egyszerű emberek ezekkel a mostani törvényekkel, meg az egész tüntetéssorozattal kapcsolatban, hova fejlődött ez még? Megint az lesz, mint a évközben az április utáni, választások utáni tüntetés sorozatban, hogy megyünk helyekre, bár az nem volt naponta előforduló tüntetés, tehát ekkor sokkal jobb idő volt. Szóval pont most volt a év egyik leghidegebb hete, és ennek nagyon sokan kim voltak, de azt hiszem még lesz ilyen szilveszteri nagy haddárhad a Kossuth téren, hogy igen, meg most is lesz. Karácsony majd... rosszkor van, nem véletlenül most volt szerintem. Egyébként igen, tehát hogy ez egyébként hatalmas, nem is tudom, nekem ilyen meglepődés volt, hogy ennyi ember ilyen kurva hidegben is kiment, és egyébként magam most meglepődtem, tehát én is itt fáztam meg rohadtul, de hogy hajnali egykor is még mínusz 8 fokba, oké, hogy már csak pár százan a több ezer emberből, de még hajnali egykor is simán mentek az emberek, mert tényleg mínusz 8 fokba menetelgettek. És mi is beszéltünk arról, pedig a tüntetés kapcsán mennyire lényeges volt, hogy az a rendőri visszérés, hogy felvették a tüntetőknek a... Tehát, hogy bele kellett mondani a nevüket a kamerába, és ezt felvették. Igen. Ez csak így eszembe jutott. Van, és több ismerősöm van, akinek be kellett mondani. Igen, ez a körúton volt jellemző, amikor ott szépen elkezdték oszlatni, és szépen feldarabolták. És csapatokba, igen. És egyébként mondták nekem, hogy nagyon ügyesen csinálta a rendőrség, tehát minden elismer, és nagyon szépen szétszették őket, csak rohadt sokat kellett ott állni. Sok embernek kellett pisilni, de hát nem lehetett bemenni a Mekibe se tőled egy méterre, nehogy megszökjél. Na, ez csak még gyorsan eszembe jutott. Bevallom, én nem mentem kitüntetni, pont azért, mert megfázok, mert nekem nagyon rossz az immunrendszerem, és ez lehet, hogy kifogásnak tűnik, de úgy voltam vele, hogy 2 percig majd meghalok, nem tudok órákig ott tüntetni. De velük voltál lélekben? Én lélekben velük voltam, munkaügyileg nem, de ez egy másik kérdés. De ez azért mégiscsak egy ilyen... Én erősebb ellenérzés, vagy egy erősebb felháborodás, mint mondjuk, ami a választások után volt, ami igazából egy apátiává átfütött dolgot. Ez egy kétségbeesés, és szomorú menetelés, egy ilyen gyászmenet volt főleg, és azt is, egy mi volt az egésznek a vége, egy ilyen hatalmas zuhé, és mindenki elment, és adtak ez a véget, a tüntetés sorozat. Igen. De most meg a mínusz, nem tudom, 5-7 fokba vagyunk. Most a karácsony lesz, ami necces, bármikor a szilveszterre, mert megint felélednek a parti népek, igen. És... De ez a végső kérdésem akkor, hogy mit lehet ilyenkor tenni, és a kérdésemre próbálok is választani, hogy valószínűleg januárban remélhetőleg általános sztrájkot hirdetnek majd egyes szakszervezetek, és akkor be lehet szállni ebbe az egészbe, és lehet demonstrálni. Anélkül, hogy megfáznál. Anélkül, hogy megfáznál, nem a kényelmi részét gondoltam előttél behez, de igaz. Tudom, hogy ez oké. Ez nem tehetik meg, hogy megbetegednek. Én nem tehetek meg, mert ugyanúgy kell dolgoznom betegen. Pontosan, nem lehet ezt megtenni, mert pontosan az, hogy így... Végre kilábaltam a betegségből. 2 hete nem vagyok beteg, nem fogok órákig kínálni. Mert tudod, hogy lehetne egyébként a tüntetéseket tök jól átforgatni sztrájkba, hogy mindenki megfázik a tüntetésen, és mindenki elmegy táppénzre. Már ha lenne táppénz. Hát igen, adóforintjék. Az alkalmazottak elmennek, nem a szerződéssel foglalkoztatottak. A ilyen évzárásnak, vagy nem tudom, ilyen jövő tekintésnek, hogy januárban remélem, hogy lesz egy általános sztrájk, vagy valamiféle sztrájk, amit majd meg lehet érezni a hétköznapokban, hogy itt valami történik még jobban. Igen, aki esetleg nem fogja fel egyáltalán. Egy utcával arrébb már nem érzékeltél belőle semmit, pont a kombinon aznap este voltam kint, és hallottam, hogy egy pár beszélget, hogy nem ég a parlament, és így nem tudja lámpája, és hogy mennyire sötét működ is volt a kilátás a Margit hídról, és egy nagyon fájdalmas beszélgetést kellett végig hallgatnom,
a férfi tag közölte, hogy ő sejti, hogy a tüntetés miatt van, de úgy nagyon nem követi a híreket, és mindenki kérdezi tőle, hogy miért nem követi a híreket, és mondta, hogy miért lenne neki jobb, hogyha ő követné, a csaj is mondja, hogy ő se tudja, és így annyira boldog egyetértésben voltak, hogy nekik miért kéne ezzel foglalkozni, és azt se tudják, hogy miért tüntetnek, de így hallották szegről végről, hogy ott amúgy üvöltözik pár ember, és így az a mélyről jövő leszaromság, és így boldogak voltak, hogy ők ilyenek, és így egymást bátorították, és rettenetes volt, és így annyira oda akartam volna nekik szólni valamit, de úgy voltam vele, hogy nem leszek ilyen zsémbes néni a villamoson, aki leher vitatkozni, de és rengeteg ilyen van, és jól szituáltak voltak, és értelmiséginek néztek ki, tehát nem arra volt, hogy két hajléktal, tőled érdekel, nem, hát akkor ennyi. Egyébként a 24.hu készített, azt hiszem, vagy az Index, vagy a 24.hu készített erről egy tök jó összeállítást egy hónappal ezelőtt, hogy miért annyira a politikusok a magyar választók, hogy mi ez a politikából való teljes kiábrándultság, ami jellemzi a magyar. De nem csak a politikai, semmilyen nemű hír, tehát, hogy így nem érdekli őket, nem is akarnak hallani, mert hogy őket ez úgyse zavarja, úgyse befolyásolja az ő életüket, és ilyen mondatok, gondolatok elhangoztak. Mi az, hogy nem befolyásolja az életedet a politika? Egyébként ez telekülyeség. Mi ez a fasság? Tehát, hogy ha megszállnának, mondjuk tegyük fel Putyinék, akkor a Putyin politikája is befolyásolna minket, tehát. És itt most ráadásul a belpolitika volt terítéken, nem is arról van szó, hogy nem nincsenek tisztában a világhelyzettel, hogy... De ezekkel mindenképpen tematizálni ezt az egészet, és azt találjuk azon lehetett a legjobb módja ennek, hogyha nem szóltolok ennek. Úgyhogy ilyen reménykedő felhanggal szerintem... Ne legyetek ilyen! Zárjuk le a 2018-as évet, polihisztor tekintetében. Békés, boldog áttöntetés, karácsony kívánunk mindenkinek. Még azoknak is, akik kérdezni szeretnének. Igen. És akkor boldog évet mindenkinek. Hát köszönjük, hogy idén is velünk voltatok, jövőre is megpróbálunk azért egy jó pár polihisztor adást megcsinálni, és januárban találkozunk, addig is már ha nem tartóztatnak le valakit itt a tüntetések alatt. Itt ül mellettünk, és épp beszélt. Igen. Úgyhogy januárban találkozunk, addig is hallgassatok sok-sok polihisztort, és írjatok kommentet. Írjátok meg, ha kim voltatok, írjátok meg, ha nem, írjátok meg, ha tévedtünk, írjátok meg, hogy egyetértettünk. Írjátok a szánkókról, menjetek el szánkózni, meg adjatok kaját az érző gyerekeknek, úgy, de demagóg volt ez. De ne szánkót adjatok, ha nem írtál. Mindegy, lényeg, hogy adjatok visszajelzést, és arra mi szívesen reagálunk, akár a következő adásba, akár komment formájába. És boldog karácsony nektek! Yes. Sziasztok! Despite his meandering maneuverability, his strategical susceptibility, his infantile indefatigability, and his tendency towards tactical stupidity, he's still a man. An imaginary sound of music.